Ma egy nagyon jó videó lesz. Sokan kérdezek, hogy tanítsanak meg, hogy kell káromkodni angolul, de viszont YouTube nagyon szigorú lett ilyen szabályokkal, és nem szeretnék, hogy nagyon sok ilyen rossz szó van videóban, úgyhogy egy kicsit másféle videó lesz. Hogy kell szépen káromkodni angolul? Ezeket a szavakat általában vagy keresztények használnak, vagy szülők a gyerekek előtt. Leírtam egy listát, hogy ne felejtsem el. Kezdjük a legviccesebbekkel. Van egy olyan szó, hogy shut the... hogy fog be. Az úgy mondják, hogy shut the... Arra úgy szokták mondani, hogy shut the front door. Shut the azt jelenti, hogy csukd be. Shut. Csukd be. Hogy csukd be a szád helyett. Csukd be az ajtót. Shut the front door. Tudjátok, mit jelent az a WTF jelentése? Erre azt szokták mondani, what the fudge. What the fudge? Fudge az ilyen csokiféle. De ugyanúgy F-fel kezdődik. What the fudge? Mikor valami leesik, és mondanád, hogy valamit káromkodni akarnál, akkor nem a káromkodást mondanád, hanem azt, hogy cookies! Ó, te kutya! Oh, cookies! Mikor akarod mondani az F szót, hogy mert nem akarsz valamit csinálni, hogy F, nem akarok most vezetni, akkor azt mondod, hogy fine. Fine azt jelenti, hogy okay, fine, megcsinálom. Crap. Crap az jó módon mondani, hogy szar. Blows. Blows az olyan, hogy elég szar. Milyen volt a randid? It blows. Szar volt. Blows. Darn it. Darn it. Ez úgy nyilk, hogy... hogy nem is tudom, hogy lehet ezt mondani magyarul. De darn it. Ez nagyon sokan használják. Ez ugyanúgy, mint a cookies, hogy valami nem volt jó. Darn it. Letört a körmöm. Darn it. De tényleg. Utána son of a gun. Son of a bee szó, tudod mi az. Son of a azt jelenti, hogy fia egy kábetűs nőnek. Son of a gun. Vagy nem azt mondjak, hogy fia a kábetűs nőnek, hanem fia a fegyver. Gun az fegyver. Son of a gun. Holy cow! Szokták mondani, hogy holy shit. Az, hogy úristen! De a shit az szak jelent. Szóval a shit helyett azt mondják, hogy cow. Holy cow! Hogy holy cow! Nézd oda, hogy mekkora segge van annak a nőnek. Hogy úristen! Holy cow! Kb. Úgy használják, mint a hol... összekeveredtem. Holy cow, kb. Úgy használjuk, mint hogy úristen. Jeez! Jézus. Mint az, ahelyett, hogy Jesus, mert sokan kezdték, nem akarják használni Jézus nevét, mint káromkodás, úgyhogy azt mondják, hogy Jeez. G-I-I-Z. Poo on a stick. Szar egy boton. Ez gyerekek előtt lehet használni, mert poo az rövidítés poopnak, ami szart jelent. Poo on a stick. Oh snap. Oh snap. Ugyanúgy, mint a holy cow. Bull spit. Bull spit. Bull az a bika, a spit az a köpés. Bikának a köpés. Oh my gosh. Gosh ugyanúgy, hogy Jézus helyett. Jézusnak a másik neve, Jesus helyett, God. Szóval azt helyett, hogy oh my God mondanák, azt mondják, hogy oh my gosh. Szóval megint ugyanúgy, hogy nem Istennek a nevét használják, mint egy rossz szó, hanem gosh mondanak helyette. Oh my goodness! Goodness az egy jó dolog, hogy valami, ami jó,
goodness, ez lehet többféleképpen mondani, de goodness például, ez egy goodness, ez a smink, ez egy nagyon jó dolog, ez egy goodness. Vagy goodness lehet egy ember, hogy egy ember, aki jó, jó szándéka van, jó personality, hogy egy jó ember, goodness, jó cselekedetű ember. Oh my goodness! De ezt is szokták mondani, mint amikor sokkoltva az ember. Oh my goodness! Kiemlött a forró csoki a kanapéra. Go like a duck! Menjél megnyalni egy kacsát. Hogy szokták mondani, hogy menj a pi. Ahelyett mondani, megnyalni egy kacsát. Go like a duck! Az én egyik kedvencem, amit én szoktam sokszor használni, az Jeepers. Ez is kb. Úgy, mint a Jézus, hogy Jesus. Jeepers. Ezt én szoktam használni. Nem tudom, hogy mit jelent pontosan. Vagyis a fordítása magyarul, de ugyanúgy, hogy oh, jeez. Jeepers. Ugyanúgy. És az utolsó, amit sokan használnak, mert nem minden szót, amit itt most tanítottam, használnak, de ezt a szót fogod hallani egy jó pár helyen, vagyis én többször már hallottam, az holy guacamole. Ugyanúgy, mint a holy cow. Holy az ilyen szent. Azt elfelejtettem mondani a videó elején. Elnézést kérek. Nem tudom, hogy mondani fogják, hogy elfelejtettem mondani, hogy mit jelent az, hogy holy. Holy a szent. Szent guacamole. Holy cow. Szent cow. Marha. Szent marha. Holy cow. Holy guacamole. Guacamole az a avokádóból, amit csinálnak. Van receptes videóm ott, valahol ott, itt oldalt meg tudjátok nézni. Holy guacamole, ez volt az utolsó. Szóval megtanítottam titeket, hogy kell szép módon káromkodni angolul, mert itt emberek tényleg használják ezt. Van itt sok keresztény, akik nem használnak rossz szavakat, főleg, hogyha ott Közép-Amerikában, meg lent ilyen Texas helyen mész. Ilyen nagyvárosokban, mint New York, Los Angeles, meg Miami, ott káromkodnak rendesen. De ilyen más helyen, mert ezeken a nagyvárosokban nagyon sok keverék van, hogy nem csak ilyen igazi amerikaiak, hanem nagyon sok ilyen bevándorló immigráns, akiket nem érdekel, és káromkodnak, mint kalózok. De úgy mondják, van egy olyan, hogy van olyan mondás, hogy swearing like a pirate, vagy drinking like a pirate. Isznak, mint a kalózok, vagy káromkodnak, mint kalózok, mert kalózok isznak sokat, és káromkodnak sokat. Úgyhogy ezt is jól tudni. De ha mész valahol Amerikába, nagyvárosokon kívül, akkor nagy lehetősége van, hogy legalább 3-4 dolgot ebből a videóból fogsz hallani, és legalább most már érted, hogy miért mondják a cookies. Vagy shut the front door, az egy nagyon népszerű. Holy cow, az is nagyon népszerű. Ja, igen, remélem tetszett a videó, ha igen, tudod ott lent mit kell csinálni, azt hiszem itt. Meg ott van mellette egy kis csengő, azt is nyomd be, hogy YouTube küldje neked értesítést. Viszont sokan mondtátok, hogy mostanában YouTube nem küld értesítést, úgyhogy gyere vissza a csatornára, ha nem kapsz értesítést, mert minden pár napon oh my god. Mit mondtam ki el? Ezt ki fogom vágni, de valami félre mondtam. Valamit. Minden pár naponként szoktam feltenni videót, valamelyik alkalomban másnap felteszek. De igen, szóval remélem tetszett ezek a káromkodási videók, és tanultál valamit érdekeset. Ha van valami magyar ilyen káromkodás, szép káromkodás, akkor írjátok le a kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok. Igen, mert én ott Magyarországon nőttem fel gyerekkoromba, és hát én nem hallottam ilyen szép módon káromkodásokat, csak a rossz szavakat.
amiben szerintem mindent tudok. Úgyhogy igen. Találkozunk ebben a videóban.